Mi személy szerint a mai nap folyamán egy temetésen voltunk. Az oroszok válogatás nélkül lőnek, újságíróra, civilekre, mentősökre, egy önkéntes mentőnek a temetésén voltunk, itt agyon lőttek a 300. mentés után. Azt mondja mindenki, akivel beszéltünk, hogy az orosz támadás 72 órán belül megkezdődik Kijev ellen. Ezt onnan fogjuk tudni, hogy a robbanások nem fognak elhallgatni, mert nem rakéta támadásokról lesz szó, hanem ágyúzásról. A lakosság morálja magas, ahhoz képest, hogy alapvető élelmiszerekhez nem lehet nagyon hozzájutni, a boltok polcai üresek. A legaggasztóbb az, hogy az ellenőrző pontokon, ameddig ugye megszoktuk az önkéntes védelmi erőknek a jelenlétét, ezek üresen állnak, csak magányosan hagyott ilyen konkrét tömböket, illetve tankcsapdákat látunk a városban, olyan, mint egy szellemváros, mindenki készül az offenzívára. Nagyon sok szempontból elemezzük mindig a háború következményeit, de most a személyes érzéseitekre vagyok kíváncsi, hogy ki hogyan figyeli ezeket a híreket, kiben van konkrét szorongás attól, hogy ez elére minket, mert biztos hallottátok az budapesti ukrán nagykövet tegnapi felszólalását, ahol konkrétan ugye úgy fogalmazott könnyek között, hogy ti lesztek a következők, Putyin nem fog megállni. Ki az, akiben egy ilyen egzisztenciális, szó szerinti bizonytalanság is felmerül? Én mindig úgy nézem a híreket, hogy én mit csomagolnék össze a gyerekemnek, hogyha 2 órám lenne elhagyni mondjuk Budapestet, vagy leköltözni a pincébe. Hát nagyon tiszteletreméltó volt az egész szöveg, ugye egy hosszabb szöveget is láttam én is, nem biztos, hogy pont ugyanezt. Az egy nagyon tisztességes szöveg volt, én azt gondolom, és hát persze benne volt az ő szörnyű helyzetük, és hát ez természetesen innen Magyarországról, ezt nem tudjuk befolyásolni sajnos. Európa végül is elhagyta magát az elmúlt évtizedekben, és ennek következtében nincs ereje arra, hogy segítsen, uram, bocsá, egy ilyen helyzetben. Én így látom. Én nem szorongok, én nem gondolom, hogy Magyarországra kiterjedhetne, nem csak azért, mert NATO tagország vagyunk, hanem mert az végzetes lenne úgy unblock mindenkire egyfelől. Másfelől aztán rólam sok mindent lehet mondani, hogy Putyin párti lennék, ez biztos, hogy nem. Mit szeretne ő? Az egy oltári nagy hülyeség ez a nátszatlanítás, tehát ezt nem is értem, hogy mit gondol, de ami ennél fontosabb, hogy legyen egy demilitarizált övezet. Gondoljunk csak a történelemre, Stalin mit akart a háború után? Egy védő zónát Szovjetunió előtt. Nagyon. Mit akar most Putyin? Ugyanez. De menjünk tovább, megint történelem. Ki volt az, aki annektált? Hitler, Szudéta német vidék, Anschluss Ausztria. Ugyanezt csinálja zöldbe. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarország ilyen értelemben nincs kitéve veszélynek, gazdasági értelemben mi is, bár hát tudom, miniszterelnök úr azt mondta, hogy nem mi fizessük meg, hát kicsoda ő, meg Mészáros úr, tehát ki fogja megfizetni az árát. Természetes drágaság lesz, infláció lesz, államadósság van, lesz, meg még több lesz. Sajnos ezt nem tudjuk kikerülni, de a háborútól magától nem tartok, és még egy kérdés, hogyha lenne, hova mennék? Tehát hova? Európába? Hát nem biztos, hogy lesz Európa, tehát nem igazándiból gondolom, hogy és bármennyire is mentálisan problémásnak tartom Putyin elnököt, mert biztos, hogy zavar van a fejében, ezt nem hiszem, hogy meglépi. Reménykedem. Én azért jobban félek, tehát nyilvánvalóan lehet, hogy egy félősebb alkat vagyok, ezt nem tagadom. Ezzel együtt én is úgy gondolom, hogy egyrészt a realitás azt mondatja, hogy egy kiterjesztett háború, tehát amikor konkrétan, tehát én azért hiszek abban a mondatban, hogy ha egy NATO tagországnak valamilyen sérelem éri, légtér is ilyen bombázás, stb., akkor ugye a NATO egészében föllép, ami azt jelenti, hogy abban a pillanatban azért tehát Oroszország, az orosz hadsereg azért egy komplett NATO
haderővel szemben állva, tehát ezt én is úgy gondolom, amit a Péter mondott az előbb, hogy azért annyira nem mehettek el otthonról a Putyinnak, hogy azért ezt ne számolja, arról nem beszélve, hogy ebbe mi is, nem vitatható módon, és nyilvánvaló, hogy ezért van bennem azért egy nem tagadott félsz, de hogy ebbe az orosz nép, Oroszország is pontosan ugyanúgy lenullázódik, belerokkan és minden, és abban a pillanatban azért az a félretájékoztatás, minden, ami zajlik ott, azért van egy pont, amikor ezt nem lehet tovább csinálni. Tehát abban a pillanatban azért az emberek nem fognak énekelve és dalolva a nyereség legkisebb reménye nélkül belemenni egy ilyen háborúba. Hát a konkrét harci cselekmények vagy háborús esemény Magyarországon alig, ha lesz, illetőleg ha lesz, akkor ez egy teljesen másik dimenzióba helyezi ezt a történetet. Akkor az a putyini Oroszország és a NATO szövetségi rendszere közötti nyílt háborús konfliktus, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Ugye van ez az Orbán nevű miniszterelnök, aki arról beszél, hogy a NATO nem véd meg minket, hanem majd mi magunk megvédjük magunkat, de hát ezeket a hülyeségeket el kell felejteni, a magyar haderő az az orosz haderővel szemben nyilvánvalóan nem elégséges és lehet ellenálló. Nem is arra kell felkészülni, hanem arra, hogy a NATO szövetségi rendszerében az egész NATO haderő az, amelyik ebben az esetben akcióba lépne. Ezt nem gondolom, hogy megkockáztatná Putyin. Nem is fűződik hozzá közvetlen érdeke, bár egyre inkább úgy tűnik, hogy a racionális megfontolásokon túli valami ezoterikus dolog vezényli az ő gondolkodását. Bekerülni a történelem könyvekbe. Hát feltehetőleg ez is, hogy... igen, oly mértékben észszerűtlen, kifejezetten orosz szempontból, akár orosz birodalmi szempontból is az, ami történik, annyira önpusztító és lenullázza Oroszországot. Lehet, hogy elfoglalnak néhány négyzetkilométernyi területet Ukrajnából, és azt képesek lesznek hosszú időn keresztül megtartani. Ezért olyan elképesztő árat fizet Oroszország, nem csak a mostani konkrét katonai veszteségeket illetően, hanem abból a szempontból, hogy alapvetően meg fog változni az Oroszországhoz való viszonya a világnak, és Oroszország egy agresszorként lesz kezelve, egy megbízhatatlan, elfogadhatatlan, szalonképtelen partnerként, akivel senki semmit nem fog csinálni. És csak, hogy akkor beszéljünk ennek az emberi oldaláról, amiről hát ömlenek ránk a tragikusabbnál tragikusabb képek. Pont Jászberényi Sándor tollából lehetett a 24.hu-n olvasni egy olyan riportot, amiben azt mondja, hogy úgy kell elképzelni egy ilyen háborút, hogy az újszülött babákat szoptató édesanyáknak elmegy a teje, mert hát nyilván légvédelmi szirénák tövében szoptatni az nem a legideálisabb helyzet, és milliónyi ilyen képet látunk. Hogyan kell ezt orvosi szemmel elképzelni, az ilyen traumákat az egész piciknél, akiknél mondjuk nyilván az a leglényegesebb, hogy megszületett, és egy biztonságos környezetben legyen, és hát légópincékben tölti élet első heteit. Hát azt kell mondanom, hogy pedig nem tegnap kezdtem a szakmát, de el nem tudjuk képzelni, hogy milyen. Tehát ilyennel mi nem találkoztunk, hála Istennek, még csak nem is nagyon hallottunk róla. Tehát ilyen értelemben az általánosból lehet kiindulni. Gyakorlatilag nyilvánvalóan, hogy az, aki ott maradt, és egy ostromnak ki van téve, azzal nem tudom, hogy orvosilag igazából mit lehet tenni, hiszen ott tényleg egy abszolút túlélésre megy a dolog, és vagy sikerül, vagy nem, ez borzasztó, és ez annyi tragédiát hordoz magában, amit szerintem mi föl se tudunk fogni. Én inkább azokról beszélnék, akik ugye elindultak, és eljutottak például Magyarországra, vagy valamelyiken ugye határos országba, látjuk a nyilakat és a számokat, hogy azért ez egy nem kis tömeg. Na most az ő egészségügyi ellátásuk az egy nagyon komoly kihívás, és itt nem a mennyiségre, és véletlenül nehogy valaki arra gondoljon, hogy pénz vagy egyéb szempontból, nem. Én azt a mondatot teljesen aláírom és elhiszem, amit a kormány
talán a Kásler miniszter mondott, hogy a magyar egészségügy felkészült arra, hogy egyébként el tudja látni őket. Tehát meggyőződésem, hogy ez igaz, ezt képesek rá. A probléma az, hogy tulajdonképpen az ellátás az egy abszolút orvos szakmai ellátás, a beteget meg lehet gyógyítani. De amit te is említettél, hogy csecsemőkor mindenki tudja, hogy a legsérülékenyebb időszak táplálkozás, fejlődés szempontjából abszolút meghatározó időszak, és akkor a hosszú távon jelentkező, a stressz okozta nagyon súlyos következményekről most nem is beszélünk, mert azokat szerintem még fölmérni sem lehet. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ezek a csecsemők, akik otthon éppen csak megszülettek, és tulajdonképpen ahelyett, hogy békében, nyugodtan tölthetnék az első pár hónapjukat, ami minden csecsemőnek kijár és kötelezően megilletné, és az édesanyákkal együtt, azoknak ez lehetetlenség. Még egy bővített mondattal foglalkozunk azzal, amit itt a reklám alatt már beszéltünk, és hangsúlyozzuk, hogy nem a pánikkeltés céljával tesszük ezt ide most az asztalra, hogy ugye Ukrajnában nem kötelező a kanyaró elleni oltás. És most jönnek nagyon sokan, és egyre többen hozzánk. Erre mennyire kell nekünk felkészülni? Erre és tudjuk, hogy ott volt kanyarójárvány. Erre nagyon komolyan fel kell, és fel is készülünk. Egyértelműen a magyar törvények kimondják, hogy aki egy hosszabb időszakban, tehát aki most nem egy menekült, nem tábor, mert az olyan csúnya szó, de menekült állomásra, és utána most tételezzük fel, amiben szerintem egyikünk sem hisz itt a körünkben, hogy mondjuk 2 hét múlva vége a háborúnak, és elindulnak visszafelé, akkor nyilvánvalóan, hogy ez nem lenne kérdés. De ha hosszabban itt vannak, be akarnak illeszkedni közösségbe, bármibe, akkor hosszú ideje él egy törvény, hogy ezek mindenkire, aki életvitelszerűen hosszabb időszakot, akár pár hónapnál többet itt tölt Magyarországon, arra a magyarországi oltási szabályok, a kötelező oltási szabályok érvényesek, tehát ezeknek a gyerekeket nekünk be fog kelleni oltani, így pótlólag és visszamenőleg mindazokkal az oltásokkal, ami Magyarországon kötelező. Jó, menjünk tovább, mert a nézőknek azt ígértem, hogy azért a belpolitikai következményeit, fejleményeit is elemezzük ennek a mostani helyzetnek, és hát így tett Orbán Viktor is a tegnapi rádió interjújában, most ebből idézünk pár mondatot.